this today. So, február 21-én Londonban mutatta be 2017-es Forma 1-es versenyautóját a nagy közönségnek a Renault csapata. A bemutató a francia istálló vezérkarának felszólalásával kezdődött. Jelen volt Thierry Cascas, Jérôme Stoll, Cyril Abitbol, valamint Bob Bell is. Hamarosan aztán a színpadra invitálták a versenyzőket, Julian Palmert, a Renault újonnan szerződtetett versenyzőjét Nico Hülkenberget, valamint az idén tartalék versenyzőként tevékenykedő Sergei Sirotkin. A csapat új versenyautójáról Hülkenberg és Palmer rántották le a leplet. A bemutatón pedig elhangzott, a Renault célja 2017-ben a konstruktőri ötödik hely megszerzése. A versenyzők persze remélik, lesz esélyük arra, hogy villogjanak az előttünk álló idényben, de leginkább az elkövetkezendő években. Az új technikai szabályok miatt a francia istálló versenygépe is teljesen átalakult, így alig-alig emlékeztet elődjére. A szélesebb abroncsoknak és a méretesebb szárnyaknak köszönhetően az RS17-es versenyautó körönként akár 4-5 másodperccel is jobb lehet a tavalyi Renault modellnél. Nyilvánvaló, hogy hosszú út áll előttünk. Szeretnénk egy igazán fényes jövőt megalapozni, hogy a Forma 1 egyik legjobb csapatává váljunk. Ez nehéz feladat, hiszen sokan törekednek ugyanerre. Nagyon keményen kell dolgoznunk, jó döntéseket kell hoznunk és megfelelő szakemberekre van szükségünk. De sok potenciált látok ebben a csapatban, és ez egy igazán izgalmas lehetőség számomra. Hülkenberg csapattársa Julian Palmer tavaly már eltöltött egy szezont a Renault színeiben, és reméli, hogy idén ő és csapata is egy szinttel feljebb léphet. Látnunk kell, hogy alakulnak a tesztek, de nagyon remélem, hogy sokkal jobb munkát tudunk végezni idén, mint tavaly. És meggyőződésem, hogy én is jobb leszek majd. Remélem, hogy a legtöbbet tudom kihozni magamból, és majd meglátjuk, hogy mire megyek Nikóval szemben. Palmer és Hülkenberg jövő héten az első előszezoni teszten már meg is kezdhetik a munkát a csapat vadonatúj autójával, március utolsó hétvégéjén Melbourne-ben pedig élesben is bizonyíthatnak majd.